Köszöntöm Önöket, ez a Bonyhádi Napló. Rekord szavazattal nyerte idén a Prima Gálán a közönség szavazatot a Bonyhádi Kránclány Néptánc Egyesület. Mai adásunkból mások mellett róluk, velük kapcsolatban is megtudhatnak az eddigieknél még többet. Kezdődik a Bonyhádi Napló, tartsanak velünk! Különleges kiállítás nyílt a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. A német hagyományos kultúra meghatározó elemei a pacskerok és a 20. század elejéről való búcsúkat megelevenítő képeket állított ki a helyi német önkormányzat. Mindkét dologra nagyon büszkék a helyiek, hiszen olyan gyűjtemény birtokában vannak, melyek egyedülállóak az országban. A német hagyományok két nevezetessége a pacsker és a búcsú került egy kiállító térbe. A búcsúknak a legsötétebb időkben is család összetartó ereje volt a németeknél. Szinte kötelező volt hazalátogatni ilyenkor a világ másik végéről is. A hagyomány vagy a koreográfia szinte mindenhol ugyanaz volt. Ez arról szólt, hogy a bevonulás előtt álló fiúk, ők vállalták fel a búcsú szervezését, ami egy háromnapos búcsú volt, de ők előtte már nagyon sokat dolgoztak. Például megszervezték a bált, ezen kívül kisorsoltak a bálban egy válkendőt, egy kásmérkendőt, ezt piacokon megvették, és az is volt az érdekessége, hogy előtte jegyeket árultak, és ahány jegyet eladtak, annyi kukoricaszem került a kalapba, és a kukoricaszemek közé egy piros kukoricaszemet is tettek. És éjfél után ezt kisorsolták, és aki volt a piros kukoricaszem, azért lett a válkendő. Valamint azért is nagyon érdekes, mert a búcsús fiúk kiválasztottak maguknak egy búcsús lányt, és a búcsús lány készítette el a kalapokat. És a fiúk pedig elmentek a lányokhoz, a lányos házhoz, megkapták a kalapokat, utána pedig elmentek a művelődési ház, vagy pedig régen ugye kocsma volt annak az udvarába. A kocsma udvarába felállítottak egy búcsúfát, annak a tetejére pedig rátették ezt a kendőt, és megkerülték, keringővel megkerülték az oszlopot, és kezdődött a bál, ahol hajnalig mulattak, és nem csak egy nap, hanem három napig mulattak, és a harmadik nap pedig eltemették a búcsút. Az evangélikusoknál és a reformátusoknál élő szokásokat a távolabbi magyarországi vidékeken a németek körében ismeretlenek voltak. A szokás középpontja a Völgység és Baranya egyes vidékei. A 10-es évek fotóitól a 30-as évekig nyomon követhető a viseletek változása. Sötétebb volt, egész sötét volt a 10-es években, és nagyon szépen lehet látni, hogy a 30-as évektől egyre világosodik, és a 30-as évek végén már a világos brokátot lehet látni az asszonyokon, vagy a lányokon. A kérváj az templomszentelést jelent, viszont a templomot általában nyáron fejezték be, akkor készült el a templom, amikor dologidő volt. És az egyház Mária Terézia idejében megtiltotta a nagy ünnepséget dologidőben, és egy rendelettel a mártonnapi időszak köré helyezte. És akkorra viszont már vége volt az őszi munkáknak, a betakarításnak vége volt, és volt idő arra, hogy meghívják a rokonokat, a szomszédokat, és egy nagy ünnepséget tartsanak. Azért is nevezték Fresskirmesnek, tehát zabáló búcsúnak, mert akkor volt idő arra, hogy finomat főzzenek és finomat egyenek is. Küllerné Koch Ilona 30 esztendeje gyűjti a búcsús képeket. Meséli, mikor elterjedt a kiállítás ötlete, többen hozták a saját emlékképeiket. Ugye ezt a kiállítást még bővíteni fogjuk, és én úgy gondolom, hogy ez országosan egy kuriózum. A pacsker talán a legismertebb és legautentikusabb viselet. A mintázatok, vagy épp annak hiánya sok mindent elárul viselőjéről.
Tolna megyei pacsker minta a legváltozatosabb és a legszebb az egész országban, és ezt szeretnénk bemutatni. Ezért is határoztuk el, hogy felgyűjtjük az egész megye pacsker mintáit. Már nagyon sok mintánk van, több mint 200, és következő évben szeretnénk ebből egy kiadványt is megjelentetni. Vannak olyan települések, ahol egyáltalán nem volt minta a pacskerokban, tiszta fekete volt, esetleg belekötöttek mintákat, ilyen volt Nagymányok, Mőcsény, Cikó, Óbánya, Ófalu, ezekben egyáltalán nem volt minta, viszont vannak olyan települések, ahol a sarkánál hátul is vannak minták, és ezek általában a katolikus települések voltak, ami Kisdorog, Bonyhád, Varasd és a Hegyhát településein, katolikus falvaiban kötöttek ide hátra még mintákat. És ez az én kedvencem, Majosi minta, Dürnéni nagyon sokat kötött, és Dürnéni Majosi, és itt van az utolsó, ez a pacsker, amit utoljára elkezdett kötni, és ez még megvan nekünk, és a kaptafa. Tehát nagyon érdekes, hogy a pacskerokat meg kell talpalni, és azt csak úgy lehet megtalpalni, hogyha van hozzá kaptafa, mert különben nagyon nehéz lenne. És a kaptafák voltak mindenféle méretben, a nagytól egész a kicsiig. A fehér pacskerokat nem minden településen kötötték, viszont azokon a településeken, ahol nem kötöttek bele virágmintát, ott előszeretettel használták a fehéret és a feketét, mind a két szint. Először voltak olyan települések ezeken, ahol először megkötötték a fehér pacskát, és utána befestették. Tehát nem mindig használtak fehéret. Ez mindennapi viselet volt. Tehát otthon ebben jártak, nagyon kényelmes és nagyon jó viselet, ma is még használjuk, én is nagyon szívesen húzom ezt, hisz meleg és jól tartja a lábat. Tehát tényleg érdemes ebbe járni kellni. A nagymamát most azt láttam, hogy aki már elmegy nyugdíjba, az szívesen jön hozzánk és megtanulja. Van olyan székely tagunk is, aki már most lett nyugdíjas, a menye sváb, és szeretne az unokáknak pacskert kötni. De van olyan, aki székely, és az édesanyjától tanult meg pacskert kötni, akit egy itt maradt sváb néni tanított meg pacskert kötni. Tehát nagyon érdekesek ezek a dolgok. Közös nevező, ezzel a címmel nyílt kiállítás Bonyhádon a Művelődési Központban Brauerné Pálfi Andreának, Brauer Izabelnek és Brauer Mirának alkotásaiból. Stábunk segítségével most önök is újraélhetik a megnyitó emelkedett és szívet melengető pillanatait. A kiállítást a Művelődési Központban november 30-áig lehet megtekinteni. Az alkotók maguk köszöntik a kiállításra érkezőket. Apró figyelmesség mégis mennyit hozzátesz, hogy a megnyitó előtti percekben is már meghitt, családias hangulat uralkodjon. A kiállítás címe közös nevező, amiben maga az alkotás szeretete fejeződik ki. Én pedig itt egy újabb áthallást érzékelek, hiszen alkotók és művészetpártolók is egy szempillantás alatt közös nevezőre jutnak a mozaikok, rajzok és festményekben elmerülve. A mai este az egy hatalmas boldogság, egy álom vált valóra. Szülőként is, alkotóként is azt gondolom, hogy az ember ennél nagyobb boldogságot nem kívánhat magának. Csodálatos volt látni ezt a sok-sok ismerős, barátot, rokont, akik együtt ünnepeltek velünk, és nagyon hálás vagyok, hogy ilyen sokan eljöttek, megleptek minket. Izgultam legelőször meg, jó igazából.
Eléggé izgulok, meg most is, meg az elején is nagyon izgultam, de így igazából, hogy mindenki itt van, aki fontos volt, így jobb érzés szerintem. Brauer Népálfi Andrea, Brauer Izabel és Brauer Mira. Három különböző egyéniség, három technika, három életszakasz, és mégis egységben és közös nevezőn. A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium kórusa is hozzájárult a délután emelkedettségéhez. A díszteremben elsőként Kovács Ferenc, megyei Babics és Préma díjas festőművész mondott köszöntőt, aki annak idején Andrea tanára és mentora is volt. Hát először is nagy-nagy szeretettel köszöntöm a triumvirátust, Andreát, Izabelt és Mirát. Ők valami olyan különlegességet hoztak létre, azt hiszem, hogy Tolna megyében legalábbis az én tudtommal az egyedülálló. Kovács Ferenc tanár úrral valóban általános iskolás korom óta ismerjük egymást. Első osztályos koromtól a rajzszakörének aktív alkotója voltam egészen középiskolás koromig. Tőle tanultam meg mindennek az alapját, a különböző művészeti technikákat. Ő volt a mentorom, a mesterem. Andrea mozaikokkal foglalkozik, ami precíz és aprólékos munkát követel meg. Ahogy Kovács Ferenc fogalmazott, Andreánál már gyermekkorában megfigyelhető volt az a magas szintű, nagy koncentrációt, önuralmat és önállóságot, esztétikai igényességet és szorgalmat megkívánó munka, ami egy felnőttnek is dicsőségére vált volna. Az élet csodás ajándéka, hogy ezt most Andrea két lánya, a 16 éves Izabel és a 11 éves Mira alkotásairól megint csak ki lehet jelenteni. Ahogy láttam, hogy Izabel is rajzol, meg anyja is nagyon szépen, úgy én is kedvet kaptam hozzá. És megtetszett, már osztálytársaim is nagyon szépen rajzoltak, és akkor én is meg akartam próbálni, hogy milyen lesz. Amióta első osztályos lettem és iskolába mentem, hát azóta a grafika tanszakra járok, szóval most már 10 éve, igen, és igazából onnantól kezdődött el ez az egész. A két nagy lánya a Bonyhádi grafika tanszék tanulója, és vajon mi lehet nagyobb boldogság egy alkotó gyermeknél? Két alkotó gyermek, két kreatív gyermek, de ugye arról is beszámoltam, hogy most már tudom, hogy mindannyian, tehát mindegyikünk kreatív, csak meg kell találni mindenkinek ahhoz vezető utat, hogy ezt ki tudja bontakoztatni. Nagyon különbözőek vagytok, kellett ez a közös nevező, de sikerült? Igen, nehezen, de közös nevezőre tudtunk jutni. Három különböző alkotó, három különböző színvilág, három különböző technika. Ugye a lányok közül Iza 10-es gimnazista, a grafikatanszaknak 10 éve aktív alkotója. Egy igen különleges személyiség, realista, mégis képzeletgazdag, cinikus, öntudatos, jártasan képzőművészeti technikákban, és ő egy nagyon nyugodt típus, aki időt hagy magának az alkotásra. Nagyon különbözőek vagytok, de talán azért annyira mégse így hárman. Hát akkor különbség miatt valószínűleg, meg ugye hát mindenki más, mindenkinek más a személyisége, a technikája, de hát igen, meg tudjuk találni a közös hangot sokszor. Neked mi az a technika, ami közel áll a szívedhez? Hát legtöbbször a tűfilccel szoktam mindent kidolgozni pontosan, de a festést azt így, azt is szeretem, de az nem annyira az a kedvencem. És a mozaik? Hát azt meghagyom anyának szerintem. Elég nehéz dolog, elég időigényes, szóval szerintem az ő reszortja marad. Mira, 4. általános iskolás tanuló. Ő egy nagyon laza, nagyon lendületes lány, aki gyakorlatilag alkotás közben is folyamatosan mozog. A legbonyolultabb képét is képes fél óra alatt papírra vetni, úgyhogy közben még cigánykerekezik is akár. Hogyha nagy leszek, akkor hát szeretnék olyan szépen rajzolni, mint anya meg Iza. Ugye édesanyádnak a mozaikok, neked mi az, amiben úgy nagyon-nagyon otthonosan mozogsz? Festés, az anilin, meg a zsírkréta. Vannak esetleg motivumok, színek, figurák, amiket szeret? Hát igazából állatot nem szeretek rajzolni, inkább ilyen, hogy ilyen természet legyen, hogy fa, bokrok, virágok, inkább ezek. Meg az ilyen világosabb színeket,
meg a ilyen tájképet. Nálunk nagyon gyakran tele vannak az asztalok különböző félkész alkotásokkal. Alkotunk együtt is, alkotunk külön-külön is, hármas leosztásban és kettes párokban is. Tehát mindenféle variáció előfordul. Mi ezt élvezzük, kedveljük, szeretjük, minőségi együtt töltött időnek tekintjük, boldogok vagyunk ilyenkor, néha vannak kisebb kudarcok, félre sikerült alkotások, van olyan, ami jó pár hétig félre kerül, aztán újra elővesszük. A mozaikokkal is így van ez, ugye azért azt tudni kell, hogy egy-egy ilyen mozaiknak az elkészítése nem egy röpke óra alatt történik, van, amelyik bizony heteken keresztül készül, elpakolom, újra előteszem, átgondolom, és sokszor a lányok javaslatára változtatok is rajta. Legeleinte csak ugye anyával volt ez, hogy együtt csináltunk valamit, de már a hugommal is van olyan, hogy így mindhárman ott ülünk az asztalnál, és akkor egyszerre Mira fest, én rajzolok, anya megrakja a mozaikokat, de amúgy mikor így este hazajön az ember, és akkor már nagyon fáradt, és akkor még ehhez mindig van energiája, akkor mindig oda leülünk, és igazából akkor az jó érzés szerintem. Könnyű megtalálni a közös nevezőt, mint ahogy most ezen a kiállításon sikerült? Hát nem, nagyon nehéz volt, már nyár óta terveztük igazából, hogy mi hogy legyen, meg minden egyes részletet, szóval elég nehéz volt, de sikerült a végére. Előfordul, hogy ugyanazt a témát mind a hárman feldolgozzák, Andrea mozaikból, két lánya pedig rajzból. A témát általában a természet kínálja. A kiállítás november 30-áig tekinthető meg, hétfőn 12 és 18 óra között, kedtől péntekig 9 és 16 óra között. A Solymár Imre Városi Könyvtárban Bonyhádon szeptemberben tartották az első forma bontó szemlélet formáló filmklubot. A délelőtt nem csupán egy mindennapi filmnézős program ugyanis. A résztvevők egy új megvilágításból a filmes szemével élhetik át a világhíres rendezők alkotásait, betekintést nyerhetnek életük és személyiségük kevéssé ismert részleteibe. Legutóbb Mak Károly és alkotásai volt a filmklub témája. Mak Károly és munkássága volt a témája a legutóbbi filmklubnak. A Solymár Imre Városi Könyvtárban szeptemberben indították el az öt alkalmas sorozatot. Mak Károly kapcsán Krencsei Marian színésznő neve kikerülhetetlen, akivel 1957-ben kötött házasságot, bár rövid életű volt a kapcsolatuk, mindösszesen 3 évig tartott. Férhez ment Amerikába, Karcsitól elvált, és akkor férhez ment Amerikába, és szakított a színészettek kint. Ahogy mondtam múltkor is, amikor beszéltünk, a Kapos Gyulánál, és ugye ezek hasonló, bizonyos szintig hasonló történtek vannak, hogy elment ki Amerikába, és ott már nem tud színész lenni. Hiába itthon, akármekkora sztár, és ez a mai nap is így van egyébként. A mai nap is így van, hogy azok a színészként nagyon nehéz kint megtapadni, mert kizárólag olyan szerepeket kaphat, amikor magyar akcentussal kell beszélni, mert nem tudjuk levetni ezt a magyar akcentusunkat, ami van, az angol beszéd nagyon-nagyon keveseknek sikerül, és nem is sikerülésten igazából. A filmklub kalauza Kindl Gábor, aki személyes kapcsolatot is ápolt a rendezővel. Nagyon közeli, jó ismerősöm volt, sokszor járt nálunk az elmúlt években, a 2004-től kezdődően. Filmai professzor, Balázsa, Kossuth Díjas művészünk alapítja. Aznap, amikor hazamentem, már várt a diszpó a Lévinotti próba felvételére. És hát persze nagyon nagy öröm volt nekem, mert jártam már egyszerként, nem is tudom, Rákóczi hadnagya alkalmából próba felvételen, akkor még a Badal Jáncsi volt otthon. Úgyhogy ez nem volt egy váratlan dolog, de mégis nekem úgy jött, mint egy ilyen segélynyújtás, mert hirtelen mégiscsak volt tennivalóm, és hát nagyon csodálkoztam, hogy én kaptam meg a szerepet, mert állítólag addig már nem tudom hányat, te jobban tudod, jobban emlékszel, hogy rengeteget megnéztek. Azt nem mondtam. Nem mondtam? Nem. Nem, még derülnek ki.
De azt a lassérben kapta meg. Hát az én talán a Lilium Fit is azért hoztam így ma ebbe a programba, mert rá jellemző volt az a bohémság, az az életfelfogás, ami rá jellemző volt, és talán azért is alakult ki közöttünk is az a kölcsönös szimpátia, hogy bármikor szóltam neki. Volt, amikor televíziós műsorban is szerepeltünk együtt Karcsivácsival. Nagyon-nagyon fiatalos gondolkodású volt, és nagyon szerethető ember is. Hát ezért is volt ez a sok közös együtt töltött óra és munka. A mostani filmklub sem a klasszikus mozi délelőtt. A cél, hogy a rendezőt magát ismerjék meg az érdeklődők, hiszen filmjeit, alkotásait, ha nem is a teljesség igényével, de a legnagyobbakat nyilván látta a közönség. A fókusz most a rendezői széken van, a kamera másik oldalán, ahová betekinteni nem minden nap nyílik lehetősége a plénumnak. Fontos az, hogy akit valamiért szeretünk, vagy valamiért is, vagy ismerjük, egyáltalán ismerjük, úgy gondoljuk, hogy ismerjük, de mindenkinek van egy élete. Ugye a filmből, a filmekből a rendezőnek a látásmódját ismerjük meg, hogy arról a történetről, az ő szemszögéből megvalósítva, az milyen lett ő, mit gondolhatott akkor, amikor megcsinálta azokat a beállítást, vagy egyáltalán, hogy ennek a filmnek a rendezői szerepére vállalkozott. És azért gondolom úgy, hogy mindig fontos, akár a korábbi előadásoknál és korábbi programoknál is, akár a Jiří Menzelnél, vagy akár a Kabos Gyulánál is, hát nyilván azok a fontosok arra kíváncsi, mert filmeket általában látták már ugye, akik itt vannak, és azok az elemek, vagy azok a motivumok érdekesek, amik az embert mutatják meg, hogy ki is volt ő tulajdonképpen. Mak Károly Európa hírű filmrendező és egyik a legismertebb magyar filmrendezőknek. Számos játékfilmet és tévéjátékot rendezett, mind hazai, mind külföldi televíziós társaságoknak. Magyar művészettörténet esztétika szakos bölcsész hallgató volt, 1952-ben került a Mafilmhez társrendezőként, 51 óta tanít a Színház és Filmművészeti Főiskolán, 75 óta egyetemi tanár. Első játékfilmje a Liliomfi 1954-ben, mely a kor egyik legnézettebb filmjévé vált. Korszakhatárokat jelentő alkotások fűződnek a nevéhez. Szerelem című filmjét 2001-ben minden idők legjobb 100 filmje közé választották. Mára köszönöm kollégáim és magam nevében is figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, ez volt a Bonyhádi Napló, viszontlátásra!